Tisztelettel köszöntöm az Alföld Televízió nézőit, ez itt a Tibiék aktuális adása. Legújabb vendégünk, vagy legfrissebb vendégünk Tóth Imola, többszörös fitnessvilágbajnok és többszörös Európa-bajnok. Mielőtt rátérnénk a pályafutására és a családi gyökerekre, ami szintén nem akármilyennek mondható, megkérdeznénk, hogy hogy van a pici baba, mert ha jól tudjuk, akkor 7 hetes a kis Cecília Enikő. Így van, remekül mondtad most a nevét. Cecília Enikő 7 hetes, eléggé aktív, egy kis Duracellről van szó, de nem csodálkozom, mert az édesanyja is eléggé aktív, és végig aktív volt a várandóság alatt is. Remekül van, már kint is sétáltunk többször, nagyon jól érzi magát a világban, nem akar aludni, úgyhogy a kávéval fel vagyok szerelkezve otthon, 3-4 fél évvel és 5 féle kávéfőzőgépemmel. Bírjuk a strapát, úgyhogy jól vagyunk, köszönjük. Azért is mondtam, hogy nem akármilyen családi gyökerekkel rendelkezem, hiszen édesapád a nemrég elhunyt Tóth Máté Miklós, aki valamilyen szinten barátomnak is ismerhettem, akit valamilyen szinten barátomnak ismertem. Ő egy ismert és elismert író volt a magyar irodalomban. Tulajdonképpen általa ismertelek meg tégem, mert ővel hamarabb találkoztam egy nem egészen sportos helyen. Fogalmazunk így. Ott összebarátkoztunk, beszélgettünk irodalomról, világnézeti dolgokról, és én akkor egy könyvtárban, így van. És akkor én a Megyei Napilapnál dolgoztam, a sportrovatban, és egyszer fölhívott, hogy na de tudom én ám, hogy neki van egy nagyon sikeres sportoló kislánya, ő úgy mondta rád, és az is maradtál mindig neki. Van egy nagyon sikeres sportoló kislánya Angliában, és most nyert éppen, azt hiszem az volt a világbajnokság, de lehet, hogy Alicantéban a bronzérem, ezt már nem tudom pontosan. Ez a világbajnokság. Világbajnokság, tehát valaminek kapcsán, egy siker kapcsán fölhívtalak, és akkor azt hiszem telefonon ejtettük meg az interjút, és akkor ismertelek meg, és már még láttatlanban is éreztem azt a habitust, ami édesapádra jellemző volt. Nem szántak ők téged színész, vagy művész, vagy bármilyen pályára, írói pályára? Mert édesapád nem a sportról volt híres. Nem, bár 50 fekvőtámaszt kellett produkálnia, ugyanis a nagyszüleim anyai ágon testnevelő tanárok voltak. Hoppá, hát akkor csak van a sportos. És 50 fekvőtámaszt nagymamám szerint nem tökéletesen, de produkált a leánykéréskor. És mondták, hogy csak akkor adjuk ehhez a művészhez, ehhez a nem tudom kihez a lányunkat, hogyha látunk valami sport iránti teljesítmény, igen, vagy sport teljesítmény. Mondta édesapám, hogy azóta is egyébként emlékszem kiskoromban is, minden nap nyomta a fekvőtámaszt, minden reggel. Gondolom, félt, hogy válás lesz. Azt akartam, hogy nehogy elváljon tőle. Igen, nehogy elváljon tőle édesanyám, hiszen édesanyám is diszkoszvető volt, és testnevelési egyetemre készült, vagyis akkor még főiskola volt, és egy sérülés miatt nem folytatta ezt a pályát. Úgyhogy én mindig úgy gondoltam, én elindultam édesapám pályája irányába, és én Színi Akadémiát is végeztem Budapesten. Színészoklevelem is van. Most csodálkozok, pedig utána olvastam. Tényleg? Úgyhogy elindultam, egy nagy U betűt írtam le, mert a sport mindig is jelen volt az életemben. Én futó voltam, atlétizáltam annak idején. És utána valahogy én úgy éreztem, hogy nekem nem ez az. Nem bírtam én sem a kiszolgáltatottságot, ahogy édesapám mindig mondta, ugye ő is színészként kezdte. Igen. És azt, hogy bábuk vagyunk, és tényleg más mondja meg, hát én szeretem megmondani, és edzőként ugye én mondom meg. És ez annyira teli találat volt, én úgy érzem, hogy visszafordultam a sport irányába, és kint Angliában diplomáztam le erőnléti edzőként és testépítő edzőként, hogy azóta is nem is lehetnék boldogabb. Ez volt az, ahová nekem tartoznom kellett. Akkor úgy tekintesz vissza erre a színészi pályakezdetre, hogy szép volt, jó volt belekóstolni, de nem az volt a te utad. Így van, bár most megint vissza kell egy picit kanyarodnom hozzá, mert... Ez már óbetű lesz. De és most ismét színészet felé fordul. Nem, most, amit tudod, Nándi, most szombaton rendezünk a Déri Múzeumban. Igen, nagyon szépen ápoljátok emlékét, úgyhogy ezt elmondhatod nyugodtan. Csak sajnos a színész barátom, régi kollégám
lebetegedett, ugye Covid vírus van, úgyhogy nekem kell beugranom, hát nincs mese. No. Mondd el ezt, hogy multi... pontosan mi lesz és hánykor és hol, mert ez nem reklám. Déri... Nem, amiatt vagyunk most itt, hogy ezt bereklámozunk. Nem reklám. Ez a Déri Múzeumban lesz délután 5 órától most szombaton édesapám második halálának az évfordulója alkalmából, és hát nekem kell beugranom, hát szóval nem tudtunk más keríteni, úgyhogy most így térek vissza egy picit a régi... Ezt jelezted nekem korábban, egyébként is megígértem, hogy elmegyek, de így már különösen érdekel, hogy milyen színészként fogsz csillogni. Az is érdekes, még mindig ez a történelmi visszatekintés, hogy 56-ban édesapád Miskolcon a Petőfi szobornál eléggé élére álltott a dolgnak, tehát ott se az a irányítató típus volt, ott elszavalt egy verset, ha jól tudom. Igen. Saját költeményét szavalta el, és utána ugye a rengeteg 36 kötetében végig is vihető, hogy amint megírja, hogy körülbelül 4-szer próbálták eltenni lábalól, ugye az akkori rendszer ugye ment utánuk, az 56-os után, és a jó Istennek köszönhetően, hogy ez nem történt meg. Szerencsére hosszú, hogy szép kort élt meg. 12 évig Angliában éltél, Bristolban voltál csak, vagy máshol is? Nem, Londonban is éltem, Hertfordshire-ben, Hitchin az egy kis falu. Az olyan, mint a Hitchin a Rumcájtban. Olyan, igen. Igen, és Bristolban, igen. Bristolban szerettem a legjobban lenni. Na és hogyan kerültél ki? És miért maradtál viszonylag hosszú ideig, ha már nekem mondtad az interjúban, hogy hazavágysz és szeretnél hazajönni, meg honvágyatör, ahhoz képest több mint egy évtizedet kint töltöttél. Miért kerültél ki, és hogyan érezted magad ott? Igen. Hát tulajdonképpen a pénz vonzott, őszintének kell lenni. Mint színész annak idején Budapesten, ugye a mustáros kenyér volt a sláger, hát muszáj volt pénzt keresni, hát nem lehetett vacakolni. Úgyhogy a bátyám közölte velem, hogy van kint egy pincéri munka, majd színészből megoldom, hogy menjek ki, csináljam meg, színészből megoldom azt is, hogy angolul beszélek, pedig buktam is angolból, azóta az angol tanárommal már találkoztam többször talán is. Talán egy javult gondolat 12 évben. A legjobban, hogy még diplomáztál is angol nyelven, hát... Mondtam neki, hogy ezt én sem gondoltam találni soha életemben, de hát a muszáj az nagy úr. Úgyhogy kimentem, és valóban színészből megoldottam, eljátszottam, hogy én tudok beszélni angolul, megtanultam ilyen 5-6 mondatot, nem mondatokat tanultam meg, persze, hogy lássák, hogy én nem össze tudom tenni. Akkor mondtam, hogy je. Ne kérdezzel. Igen, mondtam, hogy je, oké, van minute please. És akkor pizzérként, szerencsémre egy olasz étterem láncolatba kerültem bele, és az én habitusom is egy kicsit hasonlóba mediterrán emberekhez, és hát nem, lényegében nem vették annyira észre, hogy én nem beszélek semmit, sőt, megmondtam nekik, hogy mutassanak az étlapon annyi arra. Annyi tudtál angolul, hogy mamma mia. Igen, mamma mia, igen, meg egy-két olaszt is beletettem, hogy lássák, hogy nem is magyar vagyok, hanem egy kis ízé. Tapra esetnek kellett lenni. Hát muszáj volt, és valóban egy színészi alakítás volt. És akkor pincérként kezdtem kint, és mellette azért már kacérkodtam. Hát többek között még mindig énekeltem, én is egy blues együttest is alapítottam Londonban, és másfél évet még a Goldsmiths Egyetemre is jártam jazz szakra. És igen, egy kicsit édesapám azért mondta mindig, hogy írjam meg az élettörténetemet, mert elég sok minden van benne, ami... Na majd Andi megírja. Yes. Jó, mert Buckingham Palotában is dolgoztam 2 évet, na, igen, a királynőnek, és akkor mondtam édesapámnak, hogy a Magyar Hamupipőke címmel kell majd írnom egy, már a cím megvan. Találkoztatok is a királynőnek? Igen, találkoztunk. Ott, az mindennapi voltam találkozás, vagy csak Nem. Karácsonyi ajándékot adott az összes alattvalójának, és akkor sorba kellett állni, és akkor ott találkoztunk meg a Balmorali kastélyban, ahol Skóciában, ami van,
és akkor ott egy bált szerveznek ők. De hát erről nem is beszélhetnék, mert benne volt a szerződésben, hogy nem lehet semmit, titoktartás egész életemben. Milyen ajándékot kaptál? Christmas pudingot. Egy ilyen kínai nagy az esély, hogy nézik ezt a műsort, nem? Hát most már meg kiküldjük. Ja, igen. És akkor ott már mellette... Nem beszélhetek róluk, igen. Elkezdtél edzeni, gondolom, akkor még csak szabadidős sportként. Én végig sportoltam. Én színészként is végig sportoltam, amint az atlétizálás soha nem állt távol, tőlem később sem. Sőt, a nemzetközi atlétikai bíróit is meg szeretném majd itthon szerezni. Tehát ez még ilyen jövőben. Van néhány egyébként. Jó múltkor beszéltünk, akkor elmondtad, hogy igen. Sport, box, meg... Igen, ez egy olyan pálya, én úgy gondolom, hogy edzőként mindig van mit tanulni, soha nem lehet elszállni magunktól, hogy mindent tudunk. Ez a csodálatos, az emberi test az csodálatos, hogy mennyi mindent meg tudunk csinálni, és engem ez mindig is érdekelt, és mindig is profi módon szerettem volna hozzáállni, tehát nem papír nélkül, tudatlanul, edzéseket tartani, hanem ha elvállalok valakit, teszem fel egy focistát, akkor nekem egy foci edzőim, vagy valamivel rendelkeznem kell ahhoz, hogy legyen én fogalmam. Én papírral csinálom, ezt tudatlanul. Ez a másik véglet. Igen, tehát, hogy szerettél volna elmélyülni, és valóban hozzáérteni. Hozzáérteni, így van. Szerintem ez egy csodálatos dolog, hogyha valaki jó kezekben van. Én is jó kezekben voltam, megkerestem a legjobb edzőket Bristolban, jamaikai edzőtől, angol edző, még mindenhol elmentem, és mentoráltak. A jamaikai edzések azért vidámabbak voltak, nem? Box edzés volt. Nem volt olyan vidám, számomra. Gondoltam, hogy a regi kemény. Nem volt regi, csak box kökény, box volt, és én a földön voltam kéz. Szóval azért inkább. Tehát, sok műfajt kipróbáltál. Mikor fordult komolyra, hogy most már pedig te versenyezni is fogsz? És pódiumra állsz? 2014-ben fordult ez komolyra, és mégpedig azért, mert akkor kaptam meg az erőnléti edzői, és akkor diplomáztam le képesítéseimet, és úgy gondoltam, hogy akkor már 30 fölött voltam, hogy motiválhatok más 30 feletti nőket is azzal, ha én színpadra állok, és megmutatom, hogy igenis meg lehet csinálni, és igenis természetes, én a naturális testépítés híve vagyok, és mai napig ezt tartom, hogy én nem szerettem volna befolyásolni a természetes izomépítést, és mindig is naturálisan készültem fel. És ez lassúságot okoz? Tehát, hogy lassabban jön így az van. Izom, ez azt jelenti. Így tehát, ami a nem természetes, meg gondolom, nem is. Annak az a funkciója, hogy minél gyorsabb. Meg az véges is, nem? Az úgy mondják angolul, hogy egy shortcut. Ugye egy rövid úton megszerzett valami, tehát sokkal gyorsabban épül az izom, a regenerálódás sokkal gyorsabb. Tehát ha én 120 kilóval googolok, akkor nekem kell egy-két nap, hogy akkor ne googoljak még egyszer 120 kilóval, de mint ahogy például az olimpiai súlyemelő Sonny Websterhez is jártam súlyemelni, mert az lett aztán megint a még nagyobb szerelmem, és én mesterkategóriában még egy súlyemelő versenyen, egy Európa bajnokságra szeretnék. Igen, kellett még. Nem? Súlyemelő? Éppen arra készültem egyébként. Még egyet nyertél az érdem. Igen, kicsit sok, tudom, sok, meg hosszú a lista, de nem is a tanítványaimnak se beszélek mindenről, mert kicsit sok nekem is. De... A gyerek bármit választott. Igen. Most már majd neked már mindenbe tudsz tanácsot adni. Nagyjából, nem igen. Nem mindenben. Nem tudod minden. Ez nem tud hozzá se szól. Majd ez... abban mi segítünk. Jó. Majd eljövök, és akkor gyakorlunk. Úgyhogy én mindig kérdezik a tanítványaim, hogy lehet gluteus maximus, tehát farizmot építeni, hát mindig mondom, hogy csak a nehéz googolással. Azt nem lehet úgy, hogy egyik napon a másikra nekem akkor a farizmom. Hát ilyen nincs. És mindig kérdezik, hogy akkor 4 kilósokkal, ha googolnak, akkor meg lesz-e ugyanaz az eredmény. Sajnos nem. Uh-huh. Azt kell, hogy mondjam, sajnos nem. Egy szilikonnal. És ez kőkemény munka. Szilikonnal, igen, ami ma nagy divat. Azt nagy súlyokkal lehet tényleg. Csak igen. Ez hölgyek esetében is így van.
Igen, így van. Úgyhogy, na és ha már mondtad, hogy oklevél halmozó vagy, és színészkedtél, és már nehéz olyan területet találni, ami az esetleg nincs között. De nem is ez a cél. Nincs. Nem is ez a cél. Föl tudod mérni, hiszen sokat voltál kint Angliában, éltél, és természetesen itthon is sokat éltél. Melyik nemzethez, vagy melyik ország lakói vannak rosszabb, jobb egészségügyi állapotban? Tulajdonképpen egy kicsit fej-fej mellett van, de Anglia már nem Európai Uniós, úgyhogy nyugodtan kimondhatom, hogy Európában nagyon rossz helyzetben van Magyarország. Az egész világon már a negyedik helyet foglaltuk el, mint túlsúlyos. Nemzet, így van. Úgyhogy ez sokként ért, bevallom őszintén, mert amiben én nőttem még fel, a kötelező testnevelő órák, az egy más rendszer volt, és amikor hazajöttem egy évtized után, engem sokként ért az, hogy minden második ember az utcán túlsúlyos. Hát és azóta már minden más feledik, szerintem. Igen, hogy ezt nem értem, hogy ez hogy történhetett így, amikor már megvásárolhatók az egészségesebb termékek is, annak idején ugye csak a fehér kenyér volt, csak a párizsi, ebben nőttünk fel, na de hát akkor sem voltunk túlsúlyosak, mert mozogtunk folyamatosan, tehát ott a játszóterek tele voltak, és nem volt internet okos telefon. Nem volt itt internet okos telefon. Tehát most már sok a lehetőség. Igen. Ami egyik rosszabb, mint a másik. Mondták, még egy régebbi focista társam, vagy nem társam volt, mert ő idősebb volt, mint én, de hogy ott focizott régen, ahol én fociztam, de nem te mondom meg, hogy nem mondom ki ebben a műsorban a klub nevét, mert akkor kapom a szidalmakat. Van Újpest. Ott egy régi játékos mondta, hogy mondják itt, hogy abban az időben, hogy mennyivel jobb volt, mert hogy nem nyomogattunk, meg semmit nem csináltunk, és hogy mindenki futballozott. Azt mondja, hát persze, mert nem volt. Mert hogyha lett volna telefon, akkor ők is ugyanúgy nyomogatták volna. Ja, tehát, hogy most igazából erről nem tehet az a fiatal, aki most ezt csinálja, hanem inkább ez egy kor. Oké, de amikor bejött az első Tom és Jerry, már akkor bejöttünk a focipályáról, már azt néztük. Na, hát azért mondom, hogy nem volt lehet, az első. És azt mondta, hogy mi ugyanúgy nyomkodtuk volna, ha most lenne. Tehát nem lehet a gyerekre használni. Ez nem a generációnak a hibája, sosem. Ehhez alkalmazkodni kell, és több alternatívát most kell. Aki kitalált a telefont. Igen. Több alternatívát kell. Ki cívott fel először Bell? Szerintem a nyugatról úgymond a rosszabb dolgokat vettük át, sajnos. És ebben foglaltatik a gyors étkezdék sűrű használata. Nem voltak tele az éttermek se. Hát mikor voltunk mi étteremben gyerekkorunkban? Soha. Nagy ünnepekkor egyszer, így van. Nagyon drága is volt, nem is tehettük meg. Luxus volt, igen. Luxus volt. És manapság egyszerűen tele van minden, de tele. Én nem is értem, hogy. És én örülök neki. Nem mondom őszintén. Hát mi éttermük van. És a nevelésben is sajnos. De nem gyors étterem. Nem, mondjuk igen, az igaz. Ez fontos. Lassú. hogy a nevelésben is egészen átvettük ezt a nyugati stílust, hogy hagyjuk a gyerekeket úgy felnőni, ahogy akarnak, és szerintem itt nagyon nagy problémák jelentkeznek később. Már most láthatóan a fiatal generáció nagyon puhány lett ezáltal, és ez szerintem kiküszöbölhető lenne a sport szeretetének az átadásával és megtanításával. Így van, hogy ki kell őket ráncigálni, el kell őket vinni foci edzésre, kőkemény foci edzésre, nem ilyen laza, ligyi-lögyire. Nem ilyen, amit csináltam. Pardon. Foci edzésre, kőkemény foci edzésre, nem ilyen. Nem azért néztem. Nem. Persze. Ez egy vidám műsor. Igen. Itt lehet komolyan is szemétkedni, nevetünk. Elbírja ez a műsor. De igen, a tanítványaim is mindig kérdezik tőlem, hogy mit csináljak a gyerekkel, hát állandóan hiszti van, meg hát ugye el tékvándózni, hát kész. Hát egy tékvándó egy küzdősport, egy bármilyen sport, nevelő hatású. Tehát ha otthon nem tudja megtenni az ember, hogy akkor egy kicsit jobban megnevelje, vagy...
Már nem lehet, mert különben már visznek minket a bíróságra, ezt vettük át, hogy a nyugatról. Energiát levezet a gyerek. De nem is megoldás. Azt, tehát azon és ki az első három egyébként a világon, a nemzetek között? Három legtagibb. Amerika, Új-Zéland és Mexikó. És mi vagyunk a negyedik helyen. Új-Zélandról nem is gondolnám. Hát évekig éltél ott, nem? Persze, tengeri helykedjük. Nem, csak én. Tudod, nekem vannak földrajzi ismereteim, aztán. Na, Amerikára gondoltuk. Az Ausztrália. Super Size Me című filmet. Igen, azt igen, ugye, igen. Egyébként meg a Amerika, bármennyire is mondod, hogy első és szidalmazzák, meg hogy mennyi rossz jön onnan, azért ott rengetegen sportolnak. Tehát ott a sportnak is van kultusza. Tibi többször járt igen, csak Amerikában, többen mint még én. Csak többen csak még nem. Csak hát, hogy sokan vannak, de ott azért az edzőtermek meg a, tehát, azért ennek van kultusza, a testkultusza, de hát ezek szerint többen csinálják. Nagy a lakossága. Szerintem ott... Hát sokkal nagyobbak, mint mi, és ez a szégyen tulajdonképpen, hogy még így is a negyedik helyen vagyunk. Mexikóban meg ugye a kukorica, hát, a nemzeti életen, az a nachos. Disznónak is azt mondja. És Angliában mi a helyzet? Vagy mi volt, amikor kint voltál? Angliában is elég rossz a helyzet. Igen, Angliában is nagyon ott, nagy... Ott is nagyon sok kövér van, nem? Nagyon sok, túlsúlyos. Így mondjuk. És kövér. Hát igen, túl ember van. Túl nem voltam PC. Akkor nem tagad már. De ott én úgy gondolom, hogy a fitness ágazatnak van egy elég szigorú struktúrája. És ott például egy edzőteremben csak is... Nagyon jól képzett, szakember, edzhet egy embert egyszerre. Tehát nem 4-5-öt, mert az már csoportos edzésnek számít. De most a vírus miatt, vagy amúgy is? Nem, amúgy is. Tényleg? Amúgy is, igen. Azt hívjuk személyi edzésnek kint külföldön, ami egy edző és egy ember. Tehát tulajdonképpen ez és a személyi akkor ezt edzés. Büntetik is, vagy tiltják, hogy mondjuk a kettő, nem, azt úgy kell hirdetni, hogy kis csoportos személyi edzés, vagy pedig csoportos edzés. Tehát, hogyha én személyi edző vagyok, és a gépekre teszek, rengeteg példát láthatunk itthon, 6 embert 6 gépre, de én nem vagyok ott, és nem felügyelem, hogy a 10 ismétlés után igenis még meg tudna csinálni még 10-et, akkor az illető nem fogja megcsinálni. Megcsinál 10 ismétlést, és nyomkodja a telefonját, és pihen fél órán keresztül. Kérdem én, hogy akkor hogyan építünk izmod, akkor hogyan eredményorientált az az edző, hogyan vár változást a kliens, és miért fizet ezért valaki. Tehát ott van a gép, odaülök, rá van rajzolva, hogy mit kell csinálni, ehhez nem kell nekem fizetnem. Igen. Tehát a 6-10 magammal, én igenis elvárom egy személyi edzőtől, hogy csak velem foglalkozzon, és maximumot kloffolja ki belőlem. Akkor azt jelenti, hogyha sok kuncsaftod van, és ezt követed, már pedig ezt kell követned, akkor valószínűleg reggeltől estig ott vagy a teremben. Így van. És ki nagyon pici létszámmal. Nem éri meg, lehet egyelbenre foglalkozni, nem? Nem éri meg, itthon semmiféleképpen nem. Kint megérte, itthon nekem azért éri meg, mert nekem ez szívügyem. Ez valóban őszintén szívügyem, én ezt komolyan csinálom, én ezt imádom csinálni. Tehát én, hogyha valaki azt mondja, hogy nincs ennyim, csak annyim, lehet, hogy azt mondom, hogy mégis bevállalak, de akkor gyere, kőkeményen nézzük meg, hogy mennyire vagy szorgalmas, mert kettőn áll a válság. És nem éget ki az, amikor nem szorgalmasak ezek az emberek? Mert úgy indul mindenki, aztán a végén mindig tehát, az. Tehát, az nem bosszant? Nem bosszant ki, mert sokszor, sok, tehát egyet nyilván az első elején még azt mondja az ember, ja, majd a következő, aztán utána megint, aztán csalódás, és az nagy. Rengeteg olyan tanítványom van, akinél az elején azt hittem, hogy soha nem fogja folytatni, egy hét után fel fogja adni. És mai napig edzem őket, sőt angol tanítványaim is mai napig online edzenek velem, 6-7 éve. Azt hittem, minden héten. Akarnak, mondtam nekik a Hortobányon egy edzőtábort, a Szalma Bálákon, sima ügy. Egy jó kis erőléti edzést, talán egy focival egybekötve, majd meglátjuk. Erőléti a focit, hogy mondták, hogy edzőtáborban nagyon szívesen repülnének is ide. És ez azt jelenti, meg erre büszke vagyok, hogy akik folytatják, sőt nélkülem tudják ugyanolyan szorgalmasan folytatni, ez olyan számomra... Nyilván az jó. Olyan ez a hivatás tudat, mint egy olyannak kell lenni, mint egy drognak,
hogy átadom, és fertőzzem meg, mint a Covid-tal, fertőzzem meg a tanítványaimat, hogy ők is örök életükre maradjanak olyanok, mint én. Oké, ez a jó oldala, azt kérdezem, de a másikat kérdeztem, a rossz dolgok, hogy azok nem elégetnek ki. Nem, engem nem égetnek ki. Elengeded és kész? Elengedem, igen. Hmm. Ezt hívják szakmabeliségnek szerintem, ezért profi valaki, egy fogorvos is, hogyha találkozik egy lyukas foggal, egy rossz, egy lyukas foggal, így van, egy nagyon rossz fogazattal elengedni. És mennyi másikhoz itt a száma. Igen, tehát hogy ebben nem betegszik bele az ember. Ebben nem szabad. Magával cseszünk ki. Bánik, igen. Tehát az nem téged büntet ezzel, hanem önmagát, hogyha nem teszi oda magát. Én csak őszinte tudok lenni, hogy ilyen hozzáállással nem fogunk sokra menni, és ez egybe kell, hogy kötődjön egy életmódváltozással is. Tehát nem elég az edzés, itt életmódváltozás is szükséges, és ha egy 30 éves azt mondja nekem, hogy nem képes változtatni az étkezésén, akkor azt tudom mondani, hogy édesapám is 80 évesen váltott paleolit életmódra, vagy étkezésre, és lehúztuk vele a cukrát, a vércukrát, és ő is tudott változtatni. Pedig faluban nőtt fel, kacsa zsíron és disznón. És akkor egy 30 éves nekem nem mondja, ha egy 80 éves tud. Tehát mindenki tud. Könnyebb ellenállás felé megy mindenki. Hát ez természetes. Néhány percig maradt. Akkor még arról beszélj már, légy szíves, így már csak röviden, hogy a várandóság alatt meddig mozogtál aktívan, és mikor kezdtél a szülés után, meg gondolom már nem lehet téged lelőni se. Bejelentkeztél itt a műsorba is már, és szültél egy gyors, aztán mentél tovább. Tehát, Nádi hívott 8 hete, hogy várjál már, még most szülök, mindjárt nem sokan megyek, egy pár hét. Majdnem így volt, de... Nem, Nándi csak tegnap hívott egyébként, lehet, hogy más lemondta, és akkor be kellett ugye. Nem, ez terve volt, csak megvártuk a hetedik hetet. Ez csak pont letelt. Illetlenség, hát én nekem volt gyerek, szóval. Gyerek, csak nem volt gyerekműsor. Az hat hét, igen. Igen, mikor gyerekműsort csináltam falun, akkor én mindig azért a szülés után csak 6 héttel, 7 héttel hívtam be. Tehát az a lényeg, hogy néhány mondatban tényleg, mert nem akarjuk túllépni a korlátainkat, pedig néha nagyon jó lenne, hogy meddig edzettél, amikor várandós voltál, és mikor kezdted a szülés után? Jó kérdés, október 2-án szültem, október 1-én még én egy órát edzettem otthon, és aznap beindult a szülés, tehát ezt egyszerű olyan megválaszolni. Olyan edzéseket tart, hogy megszülsz. Igen, gondoltam, hogy kislányom, gyorsítsuk fel a folyamatot, most már a 41. hétben voltunk. Nyilván az ilyen korszokásos, óvatos módon, de a mozgás az nem maradt el. Nem, én végezettem. Miért, hogy terhességi teszt után egyből fekszek a tévéből, jégkrémet teszek, mert én most nem mozoghatok. Mert kettő helyet kell lenni, nem. Végig egészségesen táplálkoztam, és szülés után már ugyanannyi volt a súlyom, mint előtte, tehát nem. A szülés után mikor volt, amikor először már mocorogtál, tornáztál? A hatetet... Aznap este. Az ápolókkal. Ja, aznap én már járkáltam aznap, és a szobotársaim kérdezték, hogy mi bajod. Kardió. Mondtam, hogy hát mindig kell sétáltatni, meg mindig kell videó. Nem, otthon azért megvártam az 5 hetet, és akkor egyébként 6 hét. 5 hét után. Igen. Kötelet mászik már. Közben azért szerettem volna csak arra koncentrálni, hogy ugye a hasizmomat használjam, hogy felkeljek. Az is valami. Felkelek. Minden reggel egyet én is csinálok. 100-szor egy éjszaka felkelek, hasizom. Neked többször kellett, igen, a gyerekeszülőket. Nem aludt semmit, azóta sem. Oké. Nagyon szépen köszönjük, nagyon élveztük, hogy eljöttél és beszéltél, nem kellett harapófogóval kihúzni, hál' Istennek, belőled semmit, úgyhogy teljesen kitöltötted a műsoridőt. Tóth Imola, Tisza Tibor, Dombi Tibor, kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tamás Nándor, magamnak már meg se köszönöm, annyira szerény vagyok. Jövő héten újra találkozunk, nézzetek bennünket. Köszönjük. Rock and roll.